van olyan ilyen méretű alma, hogy 18 darab jégét is számoltunk meg rajta. Ebben a Gyöngyös melletti barackosban a jég károsította meg a gyümölcsöket, majd az eső verte le a termést. Ezek a szemek, ezek nyilván étkezésre alkalmasak, de kereskedelmi tevékenységre nem. És ugye a bökkenő az, hogy a cég ezt már visszadobja. Ezt én csak ipari baracként, vagy velőnek adhatnám el, vagy szeszipari célra. Tenken sem kímélte az időjárás a gyümölcsösöket. Itt a múlt heti heves vihar miatt potyogtak a földre a megyfa termései. A fürtösöknél egy olyan 10% volt az, amely véleményem szerint a vihar miatt hullott le. De hogyha hozzáteszük a 40%-os fagykát, akkor már 50%-os terméskiesésre lehet számolni az előző évekhez viszonyítottan. Én úgy gondolom, hogy a fán fönn lévő gyümölcs állapota az kiváló minőségű. Reményeim szerint nem lesz már olyan időjárás, bármilyen külső negatív következmény, amely ezt a termést csúfítaná, illetve tizedelni. Mátrai a térségében is eltérő volt a fagyok mértéke, néhány helyen 100%-os kárt szenvedtek a gyümölcsösök, volt, ahol a termőtájak bizonyos része károsult, és néhol a jégeső pusztított. A térségben 300 gazda jelezte igényét kárenyhítésre, azonban több mint 1000 gazda károsult, mint egy 2000 hektáron. A kár nagysága a 1,5 milliárd forintot is meghaladja. Országos viszonylatban a gabonatáblák, az alma, a kajszibarack és a megy szenvedte meg a szélsőséges időjárást.